A képek a Highgate temetőt ábrázolják, illetve a Highgate temetőnek bizonyos részleteit. Van 6 darab festmény, 6 darab rajz és egy szövés. Különböző dolgok mentek párhuzamosan, amikor ezeket festettem. Az egyik az maga a temetőnek a esztétikája. A Highgate temető az egyike a viktoriánus temetőknek Londonban. 7 viktoriánus temető van Londonban, amik nagyon-nagyon régiek, és ezek közül a Highgate az egyik. Két része van, a nyugati és a keleti temető. Az egyik temető, azt hiszem, a nyugati az, ami ilyen nagyon szépen karba van tartva, és csak turista csoportok mehetnek be. És ezek a képek a keleti temetőben készültek. És tehát a keleti temető ez így nagyon nincsen igazából magára hagyva, mert vannak karbantartói, egy charity tartja karban, ami igazából csak annyit jelent, hogy végigmennek a temetőn és felszalagozzák azokat a sírköveket, amik veszélyesnek vannak ítélve. Én szerintem 3 éve voltam először ebben a temetőben, akkor még Magyarországon éltem. És mindig, amikor mentem vissza Londonba, felkerestem ezt a temetőt. És egyébként egyre közelebb költöztem hozzá. Szóval először kiköltöztem Londonba, de még elég messze a temetőhöz. Most meg már nagyon közel lakom a temetőhöz. Úgyhogy elég sokat járok oda. És nekem ami nagyon fontos a Highgate temetőben, meg amit én nagyon szeretek benne, hogy szerintem teljesen megváltozik az a mód, ahogy én sétálok, amikor a temetőben vagyok, mert én például egy ilyen nagyon úgy sétálok amúgy a városban, hogy fogalmam sincs, mi van körülöttem, és csak így megyek, és megy a zene a fejembe, és bármi történhet körülöttem. Míg a temetőben nagyon elkezdtem így nagyon észrevenni a részleteket, már ismerem a sírokat, tudom, hogy másfél éve hogy nézett ki, és most hogy néz ki. És elkezdtem észrevenni az olyan dolgokat, amiket amúgy nem veszek észre, a fákat. Tényleg nagyon szép a temető, ahogy kilöki a fa sírokat, meg ezek a szalagok is, ahogy így idővel kopik meg a színük. Tehát azt hiszem ez az egyik, ami így végig kísérte a festést. A másik pedig, ami kicsit független a temetőtől, de közben meg nagyon is rímel ezekre a sírfeliratokra, az nyilván az a rész, amikor így az ember ilyen definíciókat ad magának, vagy így fogalmazza meg azt, hogy akkor most hogyan is mutatkozik be például. És miközben ilyen dolgok vannak a fejemben, tök érdekes visszamenni a temetőbe és megnézni azt, hogy másokról hogyan fogalmaztak egy-egy mondatokat például. És ez szerintem kicsit talán különösen érdekes volt most az elmúlt pár hónapban, mert a képeknek a mondjuk több mint a fele karanténban készült. Amikor végül is ott volt 24 órám arra, hogy így naponta, hogy akkor most így eldöntsem, hogy mondjuk leülök festeni, vagy a könyveimhez ülök le, vagy írni ülök le, és kicsit talán még inkább felerősödött ez a akkor most hogyan is látom magam, vagy hogyan is definiálom magam. Tehát ez körülbelül a története a képeknek, a különböző médiumoknak talán van egy kicsit másfajta. Szőni teljesen más élmény volt, mint festeni. Az egy
És szerintem az itt fontos talán, hogy három nagyon különböző típusú élmény tapasztaltam én meg, amikor csináltam őket.